Ez a modellkedés, az így megváltoztatta az életedet? Tehát, hogy volt olyan időszaka az életednek, amikor picikét így azt érezted, hogy elmegy egy olyan irányba, hogy picikét a talajtól elrugaszkodsz, vagy nem? Hát most van ez. Egyrészt, hogy most már kezdem egy picit túlvállalni magam, mert hát most a célokra visszatérve nekem az első számú cél most az suli. És az, hogy ez jól sikerüljön, hogy az úgy sikerüljön tényleg, ahogy annak kell. Ez olyan, mintha betanult szöveg lenne, nem anyamod, ha véletlenül. Mit csinálsz? Te már most a hátát? Nem, azért van így a kezem, mert ide van beírva, és itt olvasom egyébként. Szóval, hogy így te tiszta anyád nagyon vagy, fontos, anyádnak is ez volt, hogy az iskola, hogy ő jól tanuljon, rendes legyen. Nagy tanulók. Gondolom mennyire. Osztály elsők voltunk mindenhez. Igen. Aha. Ami nem tanulás. Igen. Hát de legalább te megmutatod anyádnak, hogy hogyan kellett volna csinálni. Igen. Neli, milyen, hogy 18 éves a lányod, kirepül. Figyelj, én azt gondolom, ő mikor azt mondogatta, hogy ő 18 évesen elköltözik otthonra, nem hittem el. És elköltöző? De az annyira az én utamat járja. Az nem hogy, könnyű egyébként. Hogy így szerintem látom, hogy azok a stációk, amik nekem megvoltak, csak az ne legyen, ami az első, amin ott voltál. hogy szép volt akkor az. Igen. De miről hogy beszélünk csak, hogy a nézők is nem tudják. Ez a nézők baladai humár. Hogy így annyira önálló, és annyira szakadnia, annyira saját útját szeretné járni a szó jó értelmében, hogy ez teljes mértékig működőképes. Tehát ő most, neki az online oktatás azért jó, mert tud dolgozni. Amellett, hogy tanul, tehát hogy tök jól tanul, és céljai vannak, és most felsőfokú nyelvvizsgát akar csinálni, előrehozott érettségit akar csinálni. Tehát céljai vannak, dolgozik, de nem tudja, mi akar lenni még. De akkor nem is tudod, tudja, hogy már mi a szíveményén tudja, csak gyönyörű, tehetséges énekel. Ilyenkor azt kell mondani, nem, még nem tudom, hogy nekünk tehetségteleneknek legyen még esélyük, hogy jaj, de jó, nem tudja, addig még csinálhatom.